fac înainte de ce își összefoglaló ott abból, hogy, hogy minden történt, hogy milyen fájdalmasan megint nagyon helyes emberek egymásnak estek. Közben valahogy az az érzésem, hogy mosolygó harmadikként a kormány és egy kis csapat valami egészen mással foglalkozik. Szóval én nagyon megkérem azokat is, akik a Dajcs Tamással nem értenek egyet, hogy hagyják végén ezt a dolgot. Csináltunk egy szép filmet mindenkinek, mindenféle embernek, jó, bal, közép, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha nyugodtan tudnánk élvezni azt, amiben ennyi munkát fektettünk. Nem gondolom, hogy bármifajta kultúrpolitikának az a dolga, hogy megmondja, hogy mi a jó, vagy mi a nem. Hála Istennek a Magyar Nemzeti Film Alap is így gondolja. És én nagyon örülök, hogy abból a képből, amit a magyar dolgozók véres, verejtékes munkájukkal megkeresnek, és utána lottószerelvényre költenek, annak egy pici részéből mozgóképes kultúra készül, ami valahogy lenyomata lesz annak, ahogy itt mi értünk a 2000-es évek első évtizedeiben. Te hogy szívnál ezen a... De én azt szeretném, hogy kimaradjon, mert én is focizom. Párom, mint a kutya, hogy azt a két mondatot mondtam ebben az interjúban, mert én ugye így gondolom, én nagyon keserűen nézem azt, ahogy nem az ország, hanem annak a jelenlegi kormánya működik. Nagyon keserűen nézem azt, ahogy nagyon helyes emberek egyszerűen szét vannak választva, egymás ellen vannak hergelve, egymás ellen vannak uszítva. De borzasztóan bánt, hogy ahelyett, hogy örömet egy kis megkönnyebbülés, egy kicsit ebben az iszonyatosan feszült országban valami mással foglalkozást hoztunk volna haza Berlinből, sikerült valahogy megint így kikötnünk, és tulajdonképpen ami történt, az egy kicsit illusztrálja azt, ami az egy bajunk.